Nem kérded meg, mi történt velem? Nem, közben nem kérdezem meg. Figyelmeztettél, hogy jobb, ha nem kérdezősködöm. De én szeretném elmondani. Most sajnos nem érek rá, nagyon sajnálom. De én akkor is el akarom mondani. Jaj! Feltételezem, hogy Aldo Domenzain a felelős azért, amilyen sajnálatos helyzetben vagy most, igaz? Képzeld el, hogy ő még rosszabb. Ugyanúgy néz ki ő is, ugyanígy. Ezt nem tudom elhinni. Na hát ez hihetetlen. Mi van? Mit találsz olyan hihetetlennek? Azt, hogy a te kis elnök nénid ennyi szenvedélyt kell. Bravo! Jól mondtam. Elfelejtetted a régi nevét. Nagyon jó, nagyon jó. A kis elnök néni. Az elnök asszonyok. A mi kis elnökasszony nénink ennyi szenvedélyt kelt bennetek. Nem fér a fejembe, hogy két ilyen jó képű srác, mint ti. Ne csúfolódj már, Letivel. Hallod, inkább segíts nekem, mert holnap nem utazom el. Ha? Mi? Igen, nem megyek el, világos? Nem hagyom itt Letit azzal az idiótával együtt. Gondolj bele, Carvajal, gondolj csak bele. Jó, tegyük fel, hogy nem. Tegyük fel, hogy itt maradsz, de mihez akarsz itt kezdeni? Egész nap utánuk akarsz rohangálni. Megakadályozod, hogy találkozzanak. Nem mondd, hogy a szerelmük útjába állsz, öregem, ez nem illendő. De igen, ez a tervem, Carvajal. Azt akarom, hogy ne találkozzanak egymással. Kétlem, hogy sikerül megakadályoznod. Azon kívül milyen indokkal mondod le az utat, öregem, mondd csak. Mit adsz be majd Marciának? Azt, hogy... Szerintem semmit. Marcia tudja, hogy őrülten féltékeny vagyok arra az Aldo Domenzainra. Domenzain? Igen, arra. És elárulnád, hogy mit mondasz majd Letinek? Leti, azért maradok, mert szóval értsd meg, hogy nem hagyhatom, hogy te meg ő, meg te meg én, meg ő, meg... Én nem beszélek így, Carvajal. Nem? Nincs orhangom, elment az eszed, vagy csak egyszerűen... Jó, van, nyugi. De azért muris lenne, nem? Igen, muris lenne. Jól van, igazad van, tudod mit? Elmegyek New Yorkba, de ígérd meg valamit. Helyes, igen? Te? Olyan leszel, mint én. Olyan, mint te? Zselézem be a hajamat, és beszéljek így? Mondom, hogy nem beszélek így. Nem. De a hajadat zselézed. Az a feladatod, hogy szemmel tartod Aldo Domenzait. Na ne. Azt ne. Ne. Micsoda, hogy... Meg kell akadályoznod, hogy Letícia közelébe kerüljön. Na ne, marra kérsz, hogy én, teszel, hogy őt... Elválaszd őket, az egyiket... A másiktól. Világos? Mondom, hogy nem, Carvajal. Nem mondhatsz nemet. Meg kell tenned azt, amit kérek. Na de, Fernando, mégis hogy jut ilyesmi az eszedbe? Hogy kergessem el Aldót az elnök néni közeléből? Hiszen ez lehetetlen. Nem érdekel. Akkor is megteszed. Használd a zsenialitásodat. Találj ki valamit. Esküdj meg. Ne, esküdj meg, Omar! Nem megy. Omar! Nézd rám, Omar, nézd, milyen szomorú vagyok. Kérlek szépen. Jól van, rendben van, elég volt. Ne vágj ilyen nyomorult képet. Mindent megteszek, megpróbálom. Mi? Megígérem, hogy segítek. Nyugalom. Megvan már mindegyik három oldalas szórólap a gasztronómiai turista kampányhoz? Megvan, uram. Összegyűjtöttem őket egy dobozban, úgy jó lesz? Nem láttam még, de tudja mit? Ne dobozba tegye, ne dobozba szára. Inkább adja oda nekem az anyagot, majd beteszem a bőrönbe, és velem utazik. Érti ugye, amit mondok? Egyszerű. Igen, hogyne, persze, értem. Vagyis nem értem. Elismétlem. Adja ide az anyagot, berakom a bőrönbe, ráteszek egy cédulát a repülőre. A bőröndre. Igen, az anyagot pedig... A bőröndre? Igen, ne zavarja már össze. Az anyag velem jön, érti? És mehet. Uram, nem érti el. Tudom, hogy nem érti, de hagyja békén. Szára jó munkaerő. Látom, kitűnő hangulatban vagy. Akkor teljesítsd három kívánságomat. Három kívánság. Nincs jó kedvem. Nincs jó kedvem, Omar. Ezek szerint fáj a trombitad? Fáj a kicsi trombitad. Igen, így van. Luigi klubjának a tagja. Hogy én? Nem.
Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, uram. Csoda Márta. Padilla elnökasszonyért jöttem. Á, és ki küldte ide? Igen. Ki küldte ide?